Luca, milyen volt neked ez a mai futás? Mennyire volt ez például munkából? Ma úgy egész nap nem éreztem túl jól magamat, úgyhogy én büszke vagyok magamra, hiszen szerintem kihoztam magam a legtöbbet, amit ma tudtam. Sajnos ez ennyire volt elég, de vannak ilyen napok, amikor nem úgy jön össze a dolog, hogy akarjuk. Csütörtökön újra futok, akkor már megint lehet egy gyorsabb időt, úgyhogy összességében nyilván jobbat szerettem volna, de nem lehetek elégedetlen. Ez a nagy meleg, ami tart most már napok óta, meg ugye most a verseny alatt is volt, ez mondjuk mennyire zavaró? Szerintem nekünk sprintereknek annyira nem, hiszen az izomzat ilyenkor lezárt tud maradni, inkább a távfutók 400 és azon felül azok, akik szenvedni szoktak ezzel, de én amúgy kifejezetten szeretem azt, hogyha kicsit melegebbet tudunk versenyezni. Azt mondom neked, hogy ugye holnap szerda van, 19-e, egy hónap a világbajnokságig, akkor mit mondasz, hogy ez jó, kéne még egy kis idő, bizseregsz már, vagy még messze van? Ez egyszerre nagyon rövid és nagyon hosszú idő, hiszen itt tényleg nehéz az, hogy megtalálni az egyensúlyt, hogy még munkát is el kell végezni, versenyezni is kell, de pihenni is, és ezt az egyensúlyt megtalálni a legnehezebb ebben az időszakban, de hál' Istennek ez nem az én dolgom, hanem az edzőmé, úgyhogy nekem csak futnom kell majd. Mi a program a VB-ig? A csütörtökön Besztercebányán egy szilver rangsorású versenyen futok. Utána egy ilyen kéthetes ilyen edzőtáborba fogunk menni a váltóval. Nyilván ott is dolgozni kell, ugyanakkor már tényleg nem a napi két edzéses kemény munkája lesz a főszerep. Utána augusztusban még egy versenyt szeretnék beiktatni, keressük, hogy hol lesz verseny, hiszen már nem nagyon rendeznek Európában, úgyhogy az szokott ez a feladat, hogy találjunk egy pályát nekem. Arra mondjuk kell edzed magad, vagy kell arra mondjuk lelkileg készülni, hogy majd ott lesz kint a Nemzeti Atlétikai Központban több tízezer ember is, amikor majd te kimész, és neked jön mondjuk az első futásod, és lemjük, hogy lesz több is, ugye, akkor majd a több tízezer ember, ez majd mind egy pályára fog figyelni, mind neked fog tapsolni, neked fog szurkolni. Ez inkább egy hatalmas motivációs lehetőség számomra, úgyhogy én itt is nagyon élvezem azt, hogy nekem tapsolnak a legjobban, ott meg határozottan élvezni fogom. Mit üzensz azoknak, akik még nem vettek egyet a VB-re? Mivel ilyenek ilyet, hiszen nagyon sok világszert fogok látni, és tényleg mindenféleképpen egy nagyon nagy élmény lesz mindenkinek. És végül mennyire tudtad figyelni a többi eredményt? Ugye néhány perc alatt te futásod előtt eldőlt, hogy most már ketten vagytok párizsi olimpiai résztvevők. Csak hallottam, de tényleg nagyon hatalmasan gratul a Attilának, hiszen azért 45 másodpercen belül futni az hatalmas idő, és nyilván ilyenkor bosszantó 400-on pont ugyanak tudod, mint egyszer, de nyilván azért hatalmas dolog, hogy megvan neki is az olimpiai szint.